páran kértétek, hogy miért küzdöm meg a Vidőr a Vardennal. Szóval a mai nap megnézzük 5 Vidőr és egy Varden csatáját. Biztonság kedvéért mindenhol tettem barriert, hogy kiszálljon a Vidőr. Na, de itt is van a Vardenünk, és itt is van 5 Vidőr, csak kérlek, ne kezdjétek el a pályát rombolni, mert meg is őrlök. És mehet is én azt mondom, úristen, ott már elkezdték rombolni a pályát, de 4 Vidőr egyből rászállt a Vardenra. Uram, atyám, hogy öli a Varden a Vidőröket? Egyiket már meg is ölte konkrétan. Ott is kirobbantották a falat. Az egyik Vidőr kijutott, mi az Isten? Nem baj az, a Varden már 2 Vidőrt megölt. Úristen, mi ez? Az egész arénát szétszedik. 2 Vidőr maradt konkrétan. És kitört a Vidőr a falon. Mi történik? Úristen, hát ilyet még soha nem láttam. Na jó, oké, nem segítek a Vardennak. Lehet, hogy ez a vég, vagy leszonik bumozza? Hát nem. Hát őszinte leszek, hogyha nem törtek volna ki az arénából, akkor a Varden megnyert volna. Illetve iratkozz fel, hogyha szeretné még ilyen tartalmat látni, köszi, puszi, szia.